Vasvár belterületén, valamint Kismágfán és Nagymágfán 26 kilométeren épült ki szennyvíz csatorna rendszer, egy szakaszon pedig a meglévő hálózat is megújult. A csatornahálózat bővítése miatt növelték a várostól 300 méterre lévő szennyvíztelep kapacitását is. A város történetének legnagyobb beruházása fejeződött be. A projekt összköltsége 1,4 milliárd forint volt. 33% volt az eddigi rákötések száma a szennyvízhálózatra. Most ezt tudtuk a város belső területein 100%-osra felvinni. Én azt gondolom, hogy ma már mondhatjuk, hogy ezek a lehetőségek, vagy ami megteremtődött ebbe a városban mind a lakosságnak, mind az idejövő iparterületi beruházóknak is egy olyan nagyszerű dolog, ami meghatározza a jövőben a város életét. A csatornahálózat kiépítését és a szennyvízelvezetés korszerűsítését az önkormányzat 1,2 milliárd forintos uniós támogatással valósította meg. A projekt záró rendezvényén részt vett Vénémen Zsolt vidékfejlesztési államtitkár, aki személyesen nyomon követte a szennyvízberuházást. Valaha még voltam kitűzőmérnök, művezető, sőt építésvezető is csatornaépítésnél, de ezt a beruházást, ezt még polgármesterként én készítettem elő, tehát az egész műszaki dokumentáció elkészítetése, a pályázat beadása az még abban az időben volt, mikor polgármesterként működtem. Úgyhogy most így különösen nagy öröm, hogy azok az elképzelések, amelyeket akkor közösen megfogalmaztunk, azok megvalósultak. A beruházás ideje alatt a magyar állam a korábbi 85%-os támogatási arányt 93%-ra emelte, így az önerőből megmaradt mintegy 100 millió forintot útfelújításokra fordította a város. 12 szennyvízátlevelő épült meg, és amit szintén többször említve lett, több mint 10 000 négyzetméternyi önkormányzatokat aszfaltoztunk le, és több mint 30 000 négyzetméternyi közútkezelői út készült el. A nagy beruházásnak köszönhetően a térségben megszűnik a káros anyagok talajba szivárgása, így biztosítható az egészséges ivóvíz.